véletlen persze, hogy az MSZP-t választotta a Fidesz, tehát ők szavazzák meg, hogy ki házszabály ellentétesen is, hogy ki adja elő a kisebbségi álláspontot. Ez is csak bebizonyítja azt, amit mi mindig mondtunk, hogy a Fidesz és a Jobbik között nagyobb a távolság ma, mint mondjuk az MSZP és a Fidesz között, összenő, ami összetartozik. No, de hát elfogadjuk mi, és értjük mi azt, hogy nem akarják kisebbségi véleményként sem hallani azt, amit mi most elmondunk, de engedjék meg, hogy a fő kritikáinkat most mégis megfogalmazzam. Előjáróban azonban egy kis pozitívat is hadd mondjak, szimpátiájuk megnyerése érdekében, hiszen természetesen azért vannak jó dolgok is ebben a javaslatban. Örülünk, hogy most megérkezett a jövendő magyar médiapiacot és a média szabályozás meghatározó törvény, ami felváltja egyrészt a szocialista sajtótörvényt, ideje volt a 86-os sajtótörvényt hatályon kívül helyezni, valamint az elavult médiatörvény nagy részét is. Ez ugye egy nagyon modern szabályozás, ami előttünk van, ez mindenképp a javára írandó, nagyon precíz és korszerű szóhasználattal, ami a köznyelv számára mondjuk félő, hogy nem lesz egészen érthető, de alapvetően ez mégiscsak a médiára vonatkozik, nekik kell betartaniuk a követelményeket, legyen szó például a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményéről, ami számunkra a legfontosabb ezek közül, és hát a közvélemény az jobb lenne, hogyha nem a törvényt kellene értelmezniük, hanem csak az előnyeit élvezni ennek a törvénynek és az abban lefektetett alapelvek megvalósulásának. Örülünk a törvény szigorodásának is, hogy gyakorlatilag például ugye egy hetes elsötétítésre is lehet végre ítélni, akár hivatali eljárásra is a médiaszolgáltatókat, sőt, a médiaszolgáltatási lehetőség megvonására is lehetőség van. Azt gondoljuk, hogy annyi jogsérelem történt, mondjuk ha csak a 96-os médiatörvény óta eltelt időt, 96-os médiatörvény megszületése óta eltelt időt nézzük, hogy szükséges volt ezeknek a szankcióknak a szigorítása. Ennyit az előnyeiről, azonban azt is ki kell mondanunk, hogy ugye bizony ez a korábbi média csomag semmi másról nem szólt, csak a hatalmuk bebetonozásáról, amire ugye volt egy alibi médiaalkotmány javaslat, de hát bizony az a úgynevezett médiaalkotmány, arról azt bizony be lehetett volna venni ennek a jelenlegi törvénynek a kereteibe is. Egyáltalán nem volt erre szükség, mint azt, ahogy akkor is elmondtuk. Nyilvánvaló, hogy az csak azt a célt szolgálta, hogy némi figyelemeltereléssel megmutassák, hogy már az alapelvekről, az irányvonalról is szeretnének beszélni, nem csak a pozíciókról, de mondjuk ki, a korábbi médiacsomag az csak a pozíciókról szólt lényegében. Két fő problémánk van a jelenlegi médiatörvénnyel kapcsolatban, és hát ezen túlmenően nyilvánvalóan legalább tucatnyi módosító javaslatot azt gondolom be fogunk nyújtani, de két fő problémakör van, erről szeretnék részletesebben beszélni. Az egyik, amiről már itt sok szó esett, a média tanács teljhatalmáról is. Mivel erről azonban már esett szó, ezért én hadd kezdjem inkább a másik fő problémával, amiről ma még itt nem beszéltek, talán sokan észre sem vették még, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét meglehetősen leszűkítik. Eddig sem valósult meg, ezt tudjuk, és ez nekünk a legfájóbb, azonban a jövőben törvényesítik azt, amely törvénysértés eddig elkövetett, például a Hír TV, vagy az ATV, vagy akár az Echo TV, a jövőben rájuk nem fog vonatkozni a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. És erről hadd beszéljek egy kicsit hosszabban, mert valóban úgy gondolom, hogy a sok szép, patetikus alapelven túl számunkra a legnagyobb sérelem az pontosan a kiegyensúlyozott tájékoztatás hiánya. Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság 2010. október 28-ai ülésén egyhangú szavazással megállapította, hogy a főbb, vagy a legnézettebb, leghallgatottabb hírműsorokban a parlamenti pártok szerepeltetése nem felelt meg a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben is rögzített kiegyensúlyozottság követelményének. Hogyan történhetett ez, hogy ezt megállapítottuk egyhangúan? Hát úgy, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a kormánypárti tagok lemondtak sorozatos obstrukciójuk, és hát vagy álláshalmozásuk miatt.
Nehéz ezt megmondani, hogy szándékosan szabotálták-e az ülést, vagy csak politikai álláshalmozásuk miatt nem tudtak részt venni egyetlen eddig összehívott ülése sem. De miután felszólítottam őket a lemondásra, ezek után tudott végre érdemi munkát végezni a határozatképes ülésünk, és az ellenzéki tagok egyhangú támogatásával meg tudtuk azt állapítani, ami egyébként tényszerű számokon alapult az ORTT kimutatásán, hogy az országgyűlés első munkanapjától gyakorlatilag az önkormányzati választásokig eltelt fél évben nagyon súlyosan sérült a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. És erre úgy reagálni, hogy a mostani médiatörvényben gyakorlatilag nem az, hogy súlyosabb szankciókat fektetnének le, nem az, hogy komolyabb követelményeket, hanem hát ha eddig nem sikerült betartani, akkor töröljük el a követelményt ugye számos televízió esetében. Ugye ebben a kimutatásban, ami az ORTT statisztikáira amely az ORTT statisztikáin alapul, egyértelműen megállapítható, hogy a kormányoldal ellenzék arány is már durván sérült, hiszen például az M1-ben 77%-ot szerepelt a kormányoldal, ami nemhogy 53%-os tavaszi választási eredményükön durván túlmutat, de még a torz választási eredményből fakadt 69%-os parlamenti jelenlétükön is egyértelműen. Ugye hát ennél még rosszabb az arány például az Echo TV-ben, ahol 87% volt a kormányoldal aránya. Hosszasan mutathatnánk a számokat, de még ahol a legkevesebbet szerepelt a kormányoldal, az ATV-ben ugye, még ott is 57,5%-a bőven a választási eredményük fölött voltak a kormánypártok és a kormányoldal. Tehát kimondhatjuk, hogy durván megsérült a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, és hogyha már a Jobbik vezérszónokoként beszélek, akkor igen, hadd panaszkodjak el, hogy a Jobbik választási eredményét messze alulmúlóan kapott megszólalási lehetőséget, legjobban a média a Jobbikot diszkriminálta, ahol még a legkorrektebb, ha lehet annak nevezni, a Duna TV-nek a 6%-os megjelenési mutatóját, még az is ugye durván elmarad a 17%-os választási eredményünktől, tehát az összes párt élőszóbeli megnyilvánulását vesszük 100%-nak, akkor 6% alatt vagyunk még a legjobb esetben is, a Duna TV-ben is a Jobbikkal. Azt gondolom, hogy ezek olyan égbe kiáltó igazságtalanságok, amit normális esetben nem hagyhatnánk szó nélkül. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, azért kellett részletesebben ismertetnem, bár most sem teljes részletességgel ezt a határozati javaslatot, amit mi az albizottságban, a sajtóbizottság ellenőrző albizottságában megfogalmaztunk, mert házelnök úr nemhogy visszautasította ezt a javaslatot, és azt mondta, hogy úgy értelmezte a házszabályt, hogy önálló indítványt nem nyújthat be a bizottság, de még csak közé sem volt hajlandó tenni, holott a házszabály 19. paragrafus 5. bekezdése szerint az elnök a képviselők számára, tehát az országgyűlés elnöke a képviselők számára hozzáférhetővé teszi az országgyűléshez címzett, valamint az országgyűlés elnökéhez címzett, de az országgyűlést érintő iratokat. Tehát bármely állampolgári levelet is nyilvánosságra kellene hozni, a futárpost, az elektronikus futárpostán a parlament.hu oldalon meg kellene jeleníteni, ehhez képest még albizottsági elnökként benyújtott, egyhangúan támogatott albizottsági indítványt, vagy ha úgy tetszik, levelet sem volt hajlandó eddig többszöri kérésemre, felszólításomra sem közzétenni. Ezért kényszerültem arra, hogy ezt itt most ismertessem némiképp, legalább ezt az egy javaslatunkat, persze volt több is. Bár várható, hogy több nem lesz, ugyanis az albizottságot ugye azóta ismét földúzzasztották fideszesekkel így, és be is jelentették, hogy a holnapi ülésünkön ismét nem hajlandók részt venni, úgyhogy az obstrukció természetesen folytatódik. Arra azonban talán sikerült rávilágítanom, tisztelt országgyűlés, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye az egyáltalán nem valósul meg, ezért elfogadhatatlan számunkra, hogy nemes egyszerűséggel ezt gyakorlatilag leszűkítenék a jelentős befolyásoló erővel rendelkező, még nekem is tanulnom kell ezt az új kifejezést, szóval ezekre a bizonyos JBE médiaszolgáltatókra. Ezért is tartjuk elfogadhatatlannak, hogy jelenleg ugye úgy fogalmaz a törvényjavaslat, hogy a 15%-os éves átlagos közönség arányal rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató és lineáris rádiós médiaszolgáltató minősül JBE jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatónak. Köznyelven csak a TV2 és az RTL klubra fog vonatkozni a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye a közszolgálatikon kívül.
Ezért tartjuk szükségesnek, hogy ezt a 15%-os arányt 5%-ra csökkentsük, erről fog szólni az egyik módosító javaslatunk, és hát az előbbiekben rávilágítottam, hogy miért van ennek ilyen jelentősége. Arról is beszélni kell, a másik fő problémánk a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének részleges és sajnálatos megszüntetésén kívül, hogy a média tanácsnak és különösen annak elnökének elképesztő túlhatalmat biztosítanak. Erről ma már esett szó, azonban nekem is beszélnem kell erről, hiszen a bebetonozásuk, a több cikluson túl ható 9 évre való bebetonozásuk, amelyet pályázat nélkül gyakorlatilag a miniszterelnök önmaga a saját emberét ültetve oda valósítottak meg, ez elfogadhatatlan. Ha már itt a korábbi vitákban az MSZP-nél szóvá tettem, hogy egy kicsit méltatlan, hogy az MSZP parlamenti frakciójának sajtósa a pornóiparból érkezett, akkor igazságtalan lenne, ha nem tenném szóvá ugyanezt Szalai Anna Máriánál is, ugyanis a média tanács elnöke is gyakorlatilag egy szexmagazin főszerkesztője volt. Ezek után, hogy ő felügyel majd itt a média erkölcsiségére és szabályainak betartására, hát ez azt gondolom, hogy meglehetősen ízléstelen. Beszélni kell természetesen erről a túlhatalomról, hogy gyakorlatilag egy ilyen rabló elvű, rövidlátó, centralizációs filozófiával próbálják elfoglalni a közmédiumokat, és nem gondolnak arra, hogy mi lesz a későbbiekben. A törvény gyakorlatilag a médiatanács tagjainak megválasztásakor kormányon lévő erő kezébe helyezi a média feletti teljes hatalmat, mindenféle gátló tényező nélkül. Tehát olyan általános szabályok vannak ebben a törvényben, amit úgy értelmez majd a média tanács, vagy annak elnöke sok esetben egymaga, ami mindenképpen túlzott. Hadd mondjak rá néhány konkrét példát, amelyekre módosító javaslatokat is be fogunk nyújtani. Ugye például a társadalom számára kiemelten nagy jelentősége bíró események listáját a média tanács iránymutatásában teszi közzé. Ugye ennek aztán vannak további következményei természetesen, ezért is tartjuk fontosnak, hogy itt a közszolgálati testülettel történő konzultációt legalább beiktassuk. Aztán van egy olyan is, hogy a média tanács akkor minősíthet valamely eseményt a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró eseményé, ha az a hazai közönség körében kiemelkedő érdeklődése tart számot. Hát ugye ez fából vaskarika, ezt mindenképp tovább kell pontosítani, mert ez megint azt jelenti, hogy ők mondják meg, hogy mi az, ami kiemelkedő érdeklődésre tart számot, aminek megint csak mi isszük meg a levét, hogy miről fognak aztán tudósítani itt a nagy központi orwelli médiaszolgáltatásban. De hadd mondjak még további példákat, és ha unják, akkor nem bánom, mert mi is nagyon unjuk, hogy minden jogkör mindig a média tanácsnál köt ki, amely csak fideszesekből áll. Tehát képesek voltak ezt megtenni, hogy míg az ORTT-ben korábban minden parlamenti frakció kapott egy delegáltnak helyet, úgy most a média legfőbb őrségeként megjelenő médiatanácsban csak fideszesek lesznek, még annyit sem tettek a sokat hangoztatott nemzeti együttműködés egyébként, hogy a KDNP egyébként kiválóbb delegáltját elfogadják, csak fideszesekkel töltötték föl a médiatanácsot, bebetonozva ezt 9 évre. Tehát mondjuk még néhány ilyen általános megfogalmazást, amit nemes egyszerűséggel a médiatanácshoz delegálnak. A műsorszolgáltatás támogatás és támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója feletti teljes munkáltatói jogkört, ideértve a kinevezést, a munkabért és juttatások megállapítását, továbbá a munkáltatói felmondást is, a média tanács elnöke gyakorolja, ezt megint csak elfogadhatatlanak tartjuk, a közszolgálati közalapítvány egyetértését itt szükségesnek tartanánk, hiszen